Nemzeti szecessziós és igazi összművészeti alkotás, ahol ugyanolyan főszereplő a zsolnai kerámia, mint a metszett ablakok, vagy a hullámzó homlokzat. Évek óta szerettünk volna már ide bejutni, és most az országos főépítésznek, Lánszky Regő államtitkárnak köszönhetően ez sikerült is. A Stefánián vagyunk a stadion szomszédságában, és itt van a Lechner féle Magyar Állami Földtani Intézet. Az 1860-as évek végéig a magyarországi térképészeti és geológiai vizsgálatokat Bécsben végezték, ahol az osztrák területek vizsgálata nyilván elsőbséget élvezett. Jött az 1867-es kiegyezés, és nyomában az önálló Magyar Földtani Intézet létesítése. Ferenc József két évvel később, 1869 nyarán hagyta jóvá a Magyar Királyi Földtani Intézet megalapítását. Sokan mások is, a szecesszió rajongó vagyok, és ugye a szecessziónak az, hogy minden egyes kis részlet kidolgozott a legutolsó kis könyvtár hátsó részében is, a zsanéroktól kezdve a mennyezetig, ez én azt gondolom, hogy fantasztikus, és hogy ilyen állapotban megmaradt. Szecesszió a díszítettsége miatt, vagy pedig a Lechner speciális pozíciója miatt, amit betöltött a magyar építészetben? Én azt gondolom, hogy is. Tehát azért ugye a 19. század végén, ott egy nagy paradigmaváltás, vagy nagy váltás történt, hogy a historizmussal elkezdtek szakítani, és ugye ennek a szecesszió első lépései, Lechnernek az első lépései ez erre utaltak, ami itt is tetten érhető, hogy egy klasszikusan szerkesztett alaprajzi rendszerben, tömegképzésen belül, mégiscsak itt az oszloprendek és a tagozatok helyett egyszer csak megjelenik valami sokkal dúsabb, bújább, sokkal gazdagabban szerkesztett, és ez a fajta díszítettség, ez unikális volt, hiánypótló. Azt pontosan tudom, hogy a korábban ezt sokan kritikus szemlélettel nézték, de összességében mégis egy díszített rendszert alkotott, és én azt gondolom, hogy Lechner ebben kifejezetten úttörő volt. Itt is, itt az előtérben állunk, hát látszik a kalocsai motivumoktól kezdve a kazak motivumrendszeren át, itt a bányászatot tükröző különböző formakincsekig, ezek nagyon jól megférnek egymással, mert egy gondolat mentén kerültek kialakításra. Az intézet alapítás kicsit elhúzódott, és ezen egy tudománypártoló földbirtokos segített, méghozzá Semsey Andor, aki 50 ezer aranykoronát ajánlott föl ennek a támogatásához. A parlament hasonlóan nagy összeget szavazott meg hozzá, a főváros pedig egy ingyen telket adott a Stefánia úton, de egy kikötéssel, miszerint a helyen múzeumként ingyenesen látogatható közösségi tér jöjjön létre. A beérkezett 14 pályázat közül a zsűri az első díjat Lechner Ödön terveinek ítélte. A Földtani Intézet tervezése időben a Kőbányai Szent László templom és az Iparművészeti Múzeum befejezését követte. Az iparművészeti fordulópont volt Lechner munkásságában, mert itt már nem csak szerkezetként alkalmazott acélszerkezetet, de meg is mutatta őket. Az acélvázat belül stukkó, kívül a majolika ornamentika borítja, ami gyökeresen eltért a korhistorista kőépületeinek megjelenésétől is. A Lechner féle első terv az feltűnően visszafogott volt, és nyilván volt ebben része annak is, hogy az utolsó munkáját, az iparművészetit sok kritika érte, többek között újságírók még cigánypalotázták is. A végső tervben aztán Lechner maximálisan érvényesítette az elképzeléseit. Lechner azzal nyert, hogy nem tervezett óriási épületet, és a lehetséges bővítést is beletervezte. A bírálóbizottságot ugyan konzervatív, historista építészek alkották, többek között Pesz Samu és Alpár Ignác, de ők még a Földtani Intézet vezetésének ellenkezésére is ennek a tervnek szavaztak bizalmat. A végső markáns terven az épületet széles és erőteljes rizalit tagolja, kétfelől pedig egy toronyszerű épületrész fogja közre a hatalmas piramishoz hasonló sátortetőzetet.
Az építkezés 1898 tavaszán kezdődött, másfél év alatt el is készült, olyannyira, hogy a beruházóknak és a használatoknak még arra is maradt ideje, hogy vitatkozzanak, milyen rózsákat telepítsenek a kertbe. A hivatalos átadás egyébként 1900-ban valósult meg, ahol a szalagot Darányi Ignác, a miniszter, földművelési miniszter vágta át. Lechner Ödön építész partnere több évtizeden át Pártos Gyula volt. Közös irodájukban a szervezést Pártos látta el, a pályázatok és művek inkább Lechner művészetét tükrözik. Pártos és Lechner társas viszonya a Magyar Iparművészeti Múzeum befejezése után 1896-ban szűnt meg, de akkor is közel maradtak egymáshoz. Pártos Lechner bátyjával házat épített a mai Rökszilárd utcában, és itt a második emelet utcai frontján lakott és dolgozott Lechner Ödön, aki akkor már másfél évtizede özvegyen nevelte a gyermekeit. Itt készültek el az építészpáros közös tervei az Iparművészeti Múzeumról, a Szegedi és a Kecskeméti Városházáról, aztán a Szent László téri templomról, és Lechner itt rajzolta meg a Földtani Intézet épületét is. Van itt egy titkos pont is az udvaron, Lechner címere, Lechner állítólag több helyen, vagy talán mindenhol megpróbálta kézjegyét, nyomát elhelyezni itt is. Följöttünk a tetőre, kitéve magunkat az esőnek, de ezzel szemben látszik, ez egy gyönyörű, és tulajdonképpen a ház specialitása, ez a kék zsolnai kerámia. Így van. Két színű, tehát a tengert és a levegőt. És igazából megnézzük több színű, tehát a sok kis árnyalat ugye az a korabeli gyártás technológiának köszönhető, amitől az egész sejtelmessége még így kirajzolódik. De igen, én azt gondolom egyébként, hogy ez egy különleges pillanata volt a magyar építészet történetének, amikor nem csak a vakolat és a kőtagozatokkal kezdtek építkezni, hanem felismerték, hogy van nekünk valamilyen kincsünk. Értelemszerűen ugye Lechner Ödönnek a zsolnai gyár akkori vezető. Ekkor jött be a barátság, ugye? Vilmossal való barátsága sokat segített, de az, hogy ez díszítő elemnek, mind a homlokzaton, ugye itt a falkitöltésekben, mind a tetőn lehet használni, ez unikális, és hát abban is, hogy most Budapesten megnézzük ezeket az épületeket, azért egy egyedi ízt adott. Én azt gondolom, hogy ezek azok a jó anyaghasználatok, ezek a megfelelő formához illesztett anyagok, amikre mai nap is szükség lehet. Nem azt mondanám, hogy rajongója vagyok a díszítésnek, de egy megfelelő motivumrendszer, megfelelő, mondjuk így, hogy díszítettség nélkül igazából nem szól semmiről sok esetben egy épület. Az elmúlt néhány évtized arról szólt, hogy funkcionalista legyen, minél egyszerűbb, és látjuk, hogy ez hova vezetett. Az, hogy ez tükrözzön valamit, az, hogy miről szól, mi a funkció az épületnek, mit képvisel, azt gondolom, hogy elengedhetetlen része az, hogy legyen valamilyen díszítés. De hogy milyen, azért az sem mindegy. Úgyhogy itt amit itt látunk, az egy szerintem szintén megint csak egy különleges pillanat volt, amikor a Lechner és aztán majd a követői elkezdték keresni, hogy mi is legyen az a díszítettség. Tehát nem csak a historizmusból vagy az ókori időkből vették ezeket az elemeket, hanem utána néztek, hogy honnan lehet a keleti kultúrából, vagy akár elkezdték keresni a magyar formakincset. Már Lechner is, aztán majd a követői. Annak ide az, hogy Kós és Medgyaszai, ugye ezt az irányt képviselték, ott valahogy nem állt le a folyamat. Ezt követően, bármennyire is furcsa, azt gondolom a későbbiekben is, az, hogy egy Makovecz Imre mondjuk egy organikus irányt, egy magyar nemzeti alapokon gondolkodó organikus irányt talált ki, ez is valahol, ha még formavilágában másról is szól, de a gyökere az, hogy keressük, kutassuk, hogy mi is a nemzetépítészet, vagy mitől vagyunk mi itt, vagy mit szeretnénk magunkról közvetíteni, ezek a legfontosabb szimbólumértékek. Majd mi később a Magyarországon a magyar építészetről szóló törvényben is ezt szeretnénk hangsúlyozni. Innen fölülről látszik azért nem csak a panoráma, hanem hogy ez a kék zsolnai majolika tető mennyire másképpen mutat, és itt a díszek is egészen közelről láthatók. Például az is, hogy ez a korábbi fűtésrendszernek valójában a kéményei, de nem füst kéményei, hanem ha jól tudom és jól értettem, akkor gőz távozott ezeken keresztül. Egyébként a
az épület homlokzata szinte teljesen hullámzik, különböző a téglasávok, egyéb osztások teszik igen mozgalmassá, úgyhogy nem véletlenül tartják ezt Lechner egyik legkülönlegesebb, legérettebb munkájának. Innen fentről nyilvánvalóan nem látszik pontosan, hogy hol vagyunk, de az az épület főfrontja, előtte van a Stefánia, tehát arra néz, és az egészet megkoronázza középen ez a bizonyos óriási glóbusz szobor, amit 4 ős magyar tart. Ezt egyelőre csak a sziluettjeit látjuk, mert felújítás alatt állnak a szobor részek. Díszítés a magyar népművészetből és a földtan tudományának területéről veszi a formáit. Itt a virágfejek ténylegesen kagylót, fosszíliát vagy ásványokat formáznak, utalva az intézmény rendeltetésére. Az épület fő hangsúlyai a sarkok, az ívesen hajló dekoratív sávok, amelyeket téglából raktak ki. Az épület részleteiben és egészében a geológiai motívumai és a szecessziós elemek keverednek, a belső tereket például triász és júra időszaki mészkövek díszítik, a lépcsőházi korlát alapanyaga egy sárgás, szársomjói mészkő. Itt az aulában sokan megkérdezik, hogy ezt a nagyszabású lépcsősort miért vágja ketté egy ilyen emelvény. Hát azért, mert eredetileg itt egy mamut szobor állt, ami később, egyébként a 70-es években eltűnt, de korábban itt szokás volt az is, hogy az intézet néhány igazgatóját ezen az emelvényen ravatalozták fel. A tetőzett gerincén a biomorf kútcserepek, mint egy élőlényt, mondjuk egy hernyót formáznának, ahogy a kémények, a nem füstkémények és a kerítés pillérek is. A belső barlangszerűen egymásba fonódó térsorokat hullámos tukkó és cseppköves ornamentika díszíti. Középen indul el a lépcsőház, az épület belső legnagyobb és legösszetettebb tere. A hatalmas 8 méteres fesztávú előcsarnokból indul el ez a lendületes térsorozat, ami egészen a második emeletig tart, olykor barlangszerű terekkel. A lépcsőház és a folyosók mennyezetét virágmintás festés és tukkó ékesíti, hasonlóan az ablakok finom, maratott díszeihez. A Földtani Intézet Lechner pályafutásában lényegében a csúcsra jutás előtti utolsó lépés volt. Valahol az Iparművészeti Múzeum és a már letisztultabb postapalota között. Ma egy állami hatóság is székel benne, de így is a épület nem csak a Stefániának, hanem a magyar építészetnek is egy kiemelkedő épülete. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot 2 éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.